az volt az előadásom címe, hogy Urban Legends, és ez egy nagyon érdekes dolog volt, mert úgy alakult ki az egész, hogy a Német Áginak a Vince magazin főszerkesztőnek és a rendezvény főszervezőnek mondtam, hogy hát ne, érdekelne, hogy vagy lenne lehetőség egy előadás tartására, és azt mondja, persze, persze, milyen címekkel gondoltál. És akkor felsoroltam neki egy párat, és akkor a végén zárójelben kisbetűkkel odaírtam azt, hogy egy olyan témát, hogy mit gondolná arról, hogyha olyan borokat és olyan témáról beszélünk, amely fővárosok, a világ fővárosain belül, vagy a határhoz nagyon közel szőlő, illetve bor készül. És akkor adtam meg, valami címet adtam neki, még nem emlékszem, és Ági azt mondta, ez fantasztikus ötlet, ez nagyon tetszik, és akkor ez lett. Én tudtam, hogy nagyon nehéz lesz beszerezni a bogokat, mondja elsősorban mire gondolsz, persze van Bécs, és akkor nagy hatásszünet, ma a bécsiek is úgy állítják be magukat, hogy ők az egyetlenek, amelyek szőlő és bor tekintetében, ugye főváros tekintetében nekik van egy komoly borvidékük. De ez nem egészen így van, hiszen itt van Budapest is, Buda egyébként, ami ugye az egyeki budai borvidék része, persze mindig egyeket helyezik előtérbe, talán joggal, de itt a budai részen egy fantasztikus pincerrendszer van, és ugye itt többek között pont a Sós István középiskolától kaptam bort, egy nagyon szép Merlot rozét, és egy Cabernet Franc 2012-ből, ami itt készült a budai hegyekbe az ő tankgazdaságok előtt, tehát igenis készülnek itt is borok. Illetve ugye nem szabad elfelejteni, a bor érlelés is ugye effektíven is megvan itt, ugye egyrészt a törlepince itt van, és persze sok minden más egyéb nagyon fontos dolog van. Tehát ezen kívül ugye Budapest, Bécs, fantasztikus borok Bécsből persze, hiszen egy nagyon fontos város, ugye úgy mondta Schlumberger, Pesgő, két nagyon jó bécsi termelő, a Fritz Wieninger és a Mayerem Fafletztól, nagyon szép Riesling, az előbb ütő egy Mr. Zatz volt. Majd pedig, hát Pozsonyban is van egyébként szőlős bort, Racsa területén, nem messze a repülőtértől van ilyen 100 hektár környéki terület, amelynek elég történelmi jelentősége van. Sajnos ezek a borok túl későn érkeztek még be, ezeket sajnos hát itt vannak, de nem tudtuk megkóstolni már az előadás után. És Santiago de Chile is izgalmas és érdekes ilyen szempontból szerintem, hiszen a chilei fővárosnak a déli részén, emlékszem, amikor ott jártam, hogy metróval ki lehet utazni azt hiszem a Santa Carolina borászathoz, és hát a külváros peremény, illetve a város szélén ott is vannak pincészet, Concha y Toro például, és az őtőlük egy Carmener, ami mondjuk a Rápel völgyéből származott, de az ő borukat mutattuk be. És hogy érdekességképpen még múlt itt, amikor Londonban jártam, egy londoni borászathoz is ellátogattam. A Robertson borkereskedés tavalyi évben megalapított egy borászatot. Ők az alapanyagot nem Londonból hozzák, bár ott is van egy kicsi szőlő, de ők az alapanyagot Észak-Olaszországból, a Barberat Piemontból és Dél-Franciaországból hozták a 2013-as évehez Languedoc-Roussillonból hozták az alapanyagot, és azt jelenti, hogy leszületelik a szőlőt, kimegy ugye a borász, egy ausztrál fiú, aki ezt ellenőrző, nagyon sokat dolgozott Burgundiába, Ausztráliába, itt-ott, amott. Nagy tudása van ahhoz, hogy mi az, amit egy szőlőt elszállítunk messzire. 36 órán belül beérkezik a szőlő, kiváló állapotba, a londoni borászatba, ez West Bromptonban van igazából, Earl's Court, tehát igazából a London szívében majdnem, és a régi raktárból átépítettek egy borászatot, nagyon komoly technológiával felvértezve, és idén júniusban palackozzák az első tételt. Nem kaptunk tőlük mintát, mert nincs ugye kész, de mondták, hogy nagyon szívesen a jövőben ha még valami érdekes előadás lesz, akkor nagyon szívesen londoni borokat is akár be tudjuk mutatni. De kíváncsi vagyok, hogy mit fognak majd ráírni a címkére, mert ugye nem írhatják rá azt, hogy a adott borvidék borra, hiszen elhagyta a szőlő a helyet. Azt, hogy London, vagy valami, ezt már meglátjuk igazából, de valami kötődést szeretnének Londonba, hiszen egy fantasztikus dolog ez. Hát mondom, beszéltünk egy kicsit Londonról, volt szó természetesen Budáról, tehát Budapestről, természetesen Bécsről, Pozsonyról is, még ha borok későn is érkeztek be, illetve Santiago-ról, chilei fővárosról, de ezen kívül van még fővárosban bor, Párizsban készítenek bort, Lisszabon, Extremadura borvidékén, és hát van egy D.O. Madrid is, ami persze nem Madridhoz közvetlen, de Madrid nevét viseli igazából, mint szőlő borvidék. Tehát igazából nagyon izgalmas téma volt szerintem, és nagyon szép borokat is tudtunk kóstolni.